Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Liba sültes lehet a hétvégénk, hiszen közeleg a Márton nap, és Mártonnapi vigasságokat szerveznek ismételten a Sóstói Múzeum faluba. Ezzel kapcsolatosan beszélgetek vendégeimmel, a Skanzen igazgatójával Szabó Sarolta a vendégem, és itt van vele Konyári Sándor mesterszakács, aki, és most lesek, a Magyar Népi Ízőrző Lovagrend egyik kitűnő tagja. Sziasztok! Én már úgy várom a holnapot, a szombatot, hogy ez valami hihetetlen. Lesz libasült, libás ételek hadd el hada, de erről majd Sándort kérdezzük. Mi lesz az alapvető nagy-nagy program, és milyen szépségverseny lesz idén is? Lesz az idéni szépségverseny, akkor kezdjük hátulról. A liba szépségverseny lesz természetesen, mert Márton napon milyen szépségverseny is lehetne. És emellett persze a Márton naphoz kapcsolódóan ez az új bornak az ünnepe is, és így új bor kóstolásra is lehetőség nyílik, de hát persze természetesen emellett a házaink egy részét ismét megnyitjuk, hiszen október végén a múzeumfalu hivatalosan bezár, de néhány házba befűtünk, hiszen azért már egy kicsit hidegre jár az idő, és aki a kinti programokban egy kicsit megfázott, és egy kis melegre vágyik, vagy melegségre, akkor a Tiszadobi, a Kálósemjéni, és még egy portánk, a parókiánk lesz befűtve, illetve az iskolának az egyik kiállító, a tanterme, ami kiállítóteremként működik, és ott különböző kézműves programok várják az érdeklődőket. De ki lehet próbálni a luttollal való írást, aztán lesz libahímelés, ami azt jelenti, hogy lehet ilyen kis faliképet, libás faliképet hímezni, de lesz kukorica morzsolás, vagy tengeri morzsolás, abból játékokat a csutkából lehet készíteni a kemence mellett. Gyerekek számára mesél majd Hajdú Ágota, és egy ilyen zenés, mesés programunk lesz, és kint a múzeumnak a főterén pedig zajlanak majd a különböző programok. Lesznek ügyességi játékok, ahová családoknak a benevezését várjuk, és ez is a libával kapcsolatos lesz majd. És azon kívül pedig van színpadunk is, a szabadtéren még, reméljük van jó idő lesz, mint az elmúlt napokban volt, és ott pedig a Művészeti Szakközépiskola néptáncosai fognak majd egy jó hangulatú műsort adni, aztán lesz a Mandala Dal Színház előadásában musicaleket, a Ludas Matyiból is többek között, és lesz egy ilyen vásári komédiás bemutatónk is a színpadon. Mindezek a programok 10 órakor kezdődnek, és 15 óráig tartanak. A szépségverseny eredmény hirdetése az 14 órakor lesz, addig lehet a libákra szavazni, és egyébként aki ellátogat hozzánk és részt vesz a programjainkon, már a bejáratnál libazsíros kenyérrel fogjuk fogadni, és liba tepertővel, illetve az új bor. Már annyira várom ezt a pillanatot, azt a bizonyos zsíros kenyeret. Megkínáljuk egy kevéske újborral a hozzánk érkezőket. Jaj, ezzel várjuk őket. Teljesen itt, ugye itt vagyunk a Nyíregyházi Kosár közösségnél, és ez a
libasült, ez a combocska, annyira finom illatozása van, hogy itt folyamatosan csak nyelem a saját nyálamat, mert már annyira így belecsipkednék. Hát hogyan készült ez a liba combocska? Mesélj erről, Sándor. Magáról a technológiáról. Hány napig pálcoltad, vagy ilyenek, tudod? Előző nap általában le szoktam fűszerezni, és akkor kis fokhagymával a hagyományos fűszereket, tehát népi ételről, népi ízőrzőként hadd ne használjak semmiféle adalékot, de mivel hogy királyi szakács vagyok, azért szoktam belecsempészni egy-két dolgokat, ami a régi korból van, tehát ez a pálc most egy rozmaringos, gyömbéres, fokhagymás pálcba ázik nem kevés libacomb, amit pénteken éjszaka szombaton fogunk megsütni. Így van. És ezt fogjuk majd kínálni, és akkor kint a kemencébe fogjuk megsütni a múzeumfaluba. Hozzá követként általában mindenütt a piros krumpli időzőjelben így ismerik, de nem én lennék, hogyha nem tennék valami sovat benne, nem hagymás tört burgonyát fogunk adni hozzá, hanem tepertős tört burgonya. Csak liba tepertős, így van, a liba tepertős, és annak a zsírjával törjük össze. A főbejáratnál összeszeded a liba tepertőt gyorsan, és hát, csak szerintem el fog fogyni, nem mire a mi udvarunkhoz neki érnek a kedves vendégek, addig valószínű, hogy elcsöpegetik, úgyhogy ezt nekem előtte meg kell, hogy csináljam. Tehát egy ilyen burgonya lesz hozzá, hogy a párolt káposzta se legyen a Schnass Commerce, valószínű, hogy kis szilvával és mivel szabós vagyunk, almával lesz ízesítve. Milyen ételeket fogtok még elkészíteni, hiszen hogyha libás ételek, akkor egyből ugye én is azt mondtam, hogy libasült, egy egyszerűbb libacomb, ami ugye nagyon-nagyon finom, de milyen libás ételeket lehet még egyáltalán készíteni? De alapból ugye népi ételeit, a libát teljes mértékben feldolgozzák. Tehát a nyakától a mellén keresztül, lábáig, minden. Ezt most én hasonlóképpen fogom elkövetni, mert aki kilátogat a múzeumfalba, nagyon szívesen bárkinek adunk egy nyaklevest is, ha kell. És minden viccet félretéve, tehát tényleg a nyakból fogunk főzni egy levest, ami lúgjével, zöldségekkel lesz tálalva, a bőrét, a libanyaknak a bőrét, azt megtöltjük, tehát a töltött libanyak is lesz, a mellét bepárcoltam egy kis újborba, kis narancssal, ilyenekkel, ami rossz napon fog sülni frissen, kis grillzöldségekkel, vagy esetleg gyümölcsökkel a vendég kívánságra szerint, hogy vigyünk egy kis érdekességet bele, töltünk káposztát libahússal, lesz kolbász töltve libahúsból. Nagyon érdekes ételek fognak akkor készülni, és lehet, hogy egy pár meglepetést kellene is hagyni a nézőknek, hogy akkor mindenképpen látogassanak ki. És ugye, ahogy említette igazgatóasszony is, hogy már délelőttől érdemes kilátogatni, onnantól lehet végig kóstolni az ételeket, lúdtollal is lehet majd írni, illetve különböző programokon lehet részt venni. Amúgy azért kezdtem egyből a liba szépségversennyel, mert nekem évekkel ezelőtt volt egy kedvenc libám, Lady Gaga után Lady Gaga, úgyhogy reméljük, hogy ismételten ilyen frappáns nevűek lesznek. Még egy kérdés, hogy lehet tudni, hogy idén körülbelül hányan jelentkeztek erre a versenyre? Mert én azt látom, hogy egyre többen úgy mozgolódnak évről évre. Igen, én is így tudom. Az idén most még én tudomásom szerint vagy 4-5-en jelentkeztek, de a helyszínen is be lehet nevezni, és ahogy a korábbi évek gyakorlatából ezt le lehet szűrni, valószínű most is így lesz, tehát biztosan, hogy több liba fog a szépségversenyre benevezni. De igazán ez csak egy ilyen kis kedves mozzanata az egész programnak, meg a záró mozzanata, és a látogatóknak a szavazata alapján lesz majd az eredményhirdetés. Azt gondolom, hogy a Mesekuckótól kezdve a többi programig, a különböző kézműves tevékenységig biztosan érdekes lesz, és minden korosztály megtalálja majd a maga számára a legjobb programot, akár az ételeknek a megkóstolását, hiszen más ételek is lesznek a kínálatban, úgyhogy tényleg azt gondolom én is, hogy
ne mondjuk el pontosan még, hogy még mi mindent lehet megkóstolni, hanem jöjjenek ki, és akkor nézzék meg, és vegyenek részt a programjainkon. Legyen így, mártonnapi vigasságok vagy ludasságok holnap a Sóstói Múzeum faluban. A Kreatív Műhely című műsorblokk 2 hete debütált, most a második rész következik, úgyhogy nyugodtan elő lehet keresni a festékeket, ragasztókat, ecseteket. Ez a Kreatív Műhely második része, amikor is a dekupás technikával ismerkedhetünk meg, ismételten Szabó Veronika fog nekem, és talán önöknek is segíteni. Miért is fontos ez a dekupás technika, és egyáltalán mi ez? Ez magyarul szalvéta technika. Tehát szalvétát ragasztunk fel dobozra, fára, papírra, üvegre, bármire. Most mi fára fogjuk felragasztani, és ezzel díszítjük a dobozt. Na de milyen dobozt? Most, mivel hogy elkezdődött ez az őszi időszak, ez az esősebb, egy kicsit megfázósabb időszak, és többet teázunk, arra gondoltam, mi lenne, hogyha egy teás dobozt készítenénk. Miért? Ha már sokkal teázni valunk, akkor miért ne valami szépből tennénk ezt, úgyhogy egy ilyen teásdobozzal, teásdobozt díszítenénk fel. Ez a teásdoboz alapjában véve össze van csatokkal szerelékelve, mi ilyen szereket most levettük, mert így célszerű festeni, hogy a csatok ne koszolódjanak össze, és a végén pedig majd visszarakjuk rá. Tehát ezt a dobozt fogjuk festeni, úgyhogy hajrá, kezdjük el! Az előző részből már tanulva alapozással fogunk kezdeni, mind a doboznak a tetejét, mind az alját ezzel fogjuk megalapozni. Szintén fehér alapozást választottunk, és szintén vízzel oldódó festéket fogunk használni? Ez egy akril festék, tehát az korábban szoft festékkel dolgoztunk, ez egy klasszikus vízbázisú akril festék, ami vízzel hígítható, de nem célszerű hígítani egyébként, festeni úgy, ahogy van már a dobozból lehet, tehát nem kell hígítani, nem kell semmit vele csinálni, rögtön lehet a felületre festeni. A dobozunk, ha egy picit érdesebb, akkor érdemes megcsiszolgatni, de ez a doboz, amivel dolgozunk, ezt nem kell csiszolni, ez tökéletesen rögtön alapozható, kezdhető. Akkor mi is, illetve a nézők is neki eshetnek, hogyha úgy van. Az a lényege a festésnek, a akril festékkel való festésnek, hogy minél szélesebb mozdulatokkal, nem pici pamacsolással, hanem széles mozdulatokkal fessük le a felületet. És az első alapozó festésnél előfordul, hogy a fának a vágása során ezek az egyenetlenségek előjönnek, és ilyenkor érdemes akkor egy picit csiszolni. Nos, hát az alapozás az megtörtént, mennyi idő alatt tud megszáradni, és hogyan? 5 perc alatt, ez nagyon gyorsan száradó festék, 5-10 perc alatt megszárad teljesen, és mehet rá a következő réteg. A te részed, tehát a teteje, az fehér színű lesz, tehát fehérre kell festeni. Adom is neked hozzá a fehér akrilfestéket. Az én darabom pedig keki színű lesz, tehát egy ilyen zöldes. Ez a se nem színű. Zöld, se nem barna. A keki színt azért választottam, mert a szalvétához megpróbálunk ilyen harmonizáló színeket választani általában, és ennek a levélnek a színéhez választottam. A rózsaszín már túl sok lett volna. Nekem túl sok lett volna, de aki rózsaszínes, annak természetesen lehet rózsaszínre. Vagy igen, a csajosabb teásdoboznál mindenképpen. Lehet választani hozzá olyan színt, amilyet szeretne, lehet fehéren hagyni. Nekem ez a szín kombináció jött be. Már több helyen elmondtuk, hogy az általunk elkészített tárgyakat, legyen az majd dísztárgy vagy használati tárgy, ki fogjuk sorsolni mindig a Weekend című műsorba, úgyhogy érdemes már csak emiatt is velünk tartani, egyszerű kérdéseket fogunk feltenni. Elkészült akkor az alja és a teteje is, most az alján egy picit félre rakjuk, és a tetején kezdünk dolgozni, tehát erre fogjuk ragasztani a mintát. Magát a szalvétát. Javaslom mindenkinek, hogy én már többször jártam úgy, hogy nem jó helyre ragasztottam a szalvétát, tehát nézze meg, hogy szeretné. Tehát itt van a két... hol a furat, igen, a helye. Igen. Tehát a két hátsó csat idejön, itt az eleje, és a szalvétát úgy így szeretnénk majd, ahogy rá szeretnénk helyezni, vagy az egyik oldalra, vagy a másik oldalra, hogy
láthatós legyen. Tehát ez célszerű megnézni ragasztás előtt, hogy hogy fog kinézni majd a végkifejlet. Tehát van egy gyönyörű szív szalvéta. Van egy szalvéta, amit szeretnénk ráragasztani erre a dobozra. Széthagyjuk. Uh-huh. Én előbb kiszoktam tépni, majd pedig a legfelső réteget leválasztjuk róla, mert a szalvétának csak a leges-legfelső, a mintás részét használjuk fel. Tehát ezt így szépen, uh-huh. Ebben az esetben minél közelebb a mintához kitépjük. Azért kell tépni, és nem vágni. Mert a tépés során szebben bele lehet simítani a felületbe a széleket, míg vágásnál sokkal élesebbek a kontúrok, tehát nem látszik, hogy az egy ragasztott szalvéta, a tépésnél sokkal szebben bele tudjuk simítani a felületbe. Ezt dekupázs ragasztó, egészen egyszerű, és lakk. Ezzel a ragasztóval fogunk dolgozni, ez selyen fényű egyébként, ez a ragasztó, és egy nagyon picit, tehát nem mártjuk bele erősen az ecsetet, csak egy picit az ecset szélére veszünk. Ez azért nagyon fontos, mert ez is vízbázisú ragasztó, és hogyha túl sok a ragasztó, szétmálik a szalvéta, eláztatja, és akkor szétszakad ragasztás közepette. Tehát akkor kezdhetjük elő. Akkor érdemes kitépnem, vagy bízom önmagunkban? Én bízom benne, hogy bele fogod tudni ragasztani. Tehát alulra és felülre is kenjük a ragasztót. Tehát, tartsam meg neked, hogy stabilabb legyen? Hogy nem, szerintem ezt így megfogod a kezedbe, és szépen alákened a ragasztót végig. Ilyen hosszú, szintén hosszú ecset mozdulatokkal, és ahogy alákented a ragasztót, akkor ezt szépen rásimítod. Ezt egy picit lehet, hogy lentebb kellene húznunk, hogy a minta jó helyen legyen. Tehát még egyszer ide alákenjük a ragasztót. Egy picit még veszünk rá, hogy lentebb húztuk mindenhová jusson. Majd pedig az ecsetnek a másik részével szoktam szépen rásimítani. Óvatosan a szalvétákat, finom mozdulattal, ne szakadjon szét. Most a kétfázisú repesztő laknak az első fázisát fogjuk felkenni. Megszárítottuk, tehát ez már teljes mértékben száraz. A kétfázisú azért kétfázisú, mert két komponens van, ez is vízbázisú természetesen. Az első komponenst feltkenjük, ez meg kell, hogy száradjon teljesen, és aztán a második komponens, mikor felkenjük, akkor lép reakcióba a két vegyszer egymással, és gyönyörű repedéseket eredményez a doboz tetején, tehát egy ilyen régies hatást fogunk elérni vele. Voilà! Mit láthatunk, Veronika? Nagyon szépen elkezdődött már a két komponensnek az egymásra hatása, úgyhogy elkezdett repedezni a felső rétegünk. Tehát egy ilyen öreges, régi, és hatású repedezett felületet fogunk kapni. Ezt még majd ki fogjuk emelni úgynevezett umbrával. Tehát ez nekem a cipőboxra emlékeztet mindig az illata. Tehát ez egy antikolópaszta, komolyra fordítva a szó, tehát ez egy antikolópaszta, és egy ilyen barna szín, és ha megszágolod, mint a cipőbox, ahhoz hasonlít az illata teljes mértékben. Gyanús vagy az. Lehet, hogy az, de nem, ez antikolópasztának hívják különböző. Egyébként viaszos hatású paszták is vannak, és nagy valószínűséggel, hogy ebben is van egy pici viasz. De amíg ez szárad, gondolkodhatunk az aljában, tehát a teásdobozunk aljába. Mi az, amit még ugye a gyönyörű keki színre lefestett doboz aljjal lehet még alkotni? Ugye ez az elválasztó teásrész, tehát amit ide középre nekem ide van a fahéjas, ide meg a narancsos. Tehát az elválasztó részt, meg az alját, illetve majd a tetejét is. Én azt gondoltam, én nem szeretem, hogyha ilyen natúr marad, mert nagyon eldőlt a két, a festett és a natúr rész, de valaki szereti, én nem. De ne ezért, rózsaszín legyen. Ez nem rózsaszín, ezért lazúrozni fogjuk. Ez egy diószínű, egy ilyen meleg árnyalatú diószínű lazúrral fogjuk szépen lekenni. Sokkal lágyabb maga ez a festék, ez a lazúr. Thank you.
következő műsorban nem tudom, hogy mit fogunk kitalálni. A dekupás technikával, a szalvéta technikával ma megismerkedhettek. Remélem úgy megfogadják Veronika tanácsát, ahogy én is. Én szeretnék mindenképpen otthon elkészíteni egy ilyet, és ne feledjék, csak ismétlem önmagunkat, hogy ezeket a tárgyakat kisorsoljuk majd a weekendbe. Következő műsorblokkunknál mit fogunk készíteni? Van már terved? Igen, én azt gondoltam, hogy már közeleg ez az adventi időszak, tehát hirtelen így egyik pillanatról a másikra azt veszünk észre, hogy úristen, már eltelt a november, tehát annyira nagyon gyorsan haladnak a napok, és én azt tervezem, hogy csináljunk egy ilyen kis asztaldíszt, egy adventi asztaldíszt, de nem a hétköznapit, hanem egy picit másabbat, dekupás technika alkalmazásával, és most üvegre fogunk dolgozni. Legyen úgy, mindenképpen tartsanak velünk, két hét múlva körülbelül jelentkezünk, még novemberben. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákjai és tanárai Moszkvában jártak a közelmúltban. Erről beszélgetek vendégeimmel, kolléganőmmel, Viraszkó Szilviával, valamint az ő egyik tanítványával, Lipták Leával. Szervusztok! Szia! Jó napot! Nos, mi is ez a moszkvai kiruccanás? Mikor voltatok és egyáltalán milyen keretek között jutottatok oda ki? Nem volt könnyű kijutni, de nagyon régi tervünk volt. Két évvel ezelőtt kezdtük el újból tanítani a Vasvári Pál gimnáziumban az oroszt, illetve előtte már egy évig szakköri keretek között tanítottunk, most pedig már ugye 11-esek, akik két évvel ezelőtt elkezdtek, és én akkor elmentem a gyermekemmel Moszkvába, hogy az új Moszkváról tudjak nekik mesélni az orosz órákon, és annyit meséltem, hogy beleszerettek ebbe a történetbe már a meséken keresztül és a képeken keresztül, és akkor azt mondtuk, hogy na, akkor két év múlva megyünk együtt, és ez a két év ez most lett. És szerveztük, és október 23-án elindultunk, és 28-áig csodálatos 6 napot töltöttünk ott, egy budapesti utazási iroda segítségével keveredtünk ki. Mennyivel másabb a ma Moszkvája, mint amit te évekkel ezelőtt esetleg megismerhettél? Összehasonlíthatatlan. Mikor voltál kint mondjuk legelőször? Vagy amikor én legelőször voltam, akkor főiskolás voltam, tehát az még jóval a rendszerváltás előtt volt, de Szentpéterben, illetve Leningrádban középiskolásként, hát ilyen koromban körülbelül voltam legelőször. Moszkva egy hatalmas metropolis, 12 milliós városról beszélünk, a külvárosokkal együtt állítólag 15 millió a lakossága, iszonyatosan nagy forgalom, és mindez gyönyörű tiszta. Tehát ez hihetetlen, akik régen jártak, biztos azt mondanák, hogy szemetes minden, csodálatosan tiszta városról beszélünk, tehát olyan, hogy ott csikket, papírzsebkendőt, kólásdobozt, chipset zacskót és csokipapírt nem látni, tehát csodálatosan tiszta, rendbe rakva az épületek, rengeteg külföldi turista, a boltokban, ami szemszájnak ingere, mindent lehet kapni, és ugye régen ez nem így volt. A kedvességük a régi, a vendégfogadó szeretetük az a régi, de minden más. És van egy 21. századi része is Moszkvának, amit úgy hívnak, hogy Moszkva City, ez a neve. Azt gondolom, jobban tetszett a fiatalságnak a modernebb részben. Nem vagyok benne biztos. Tehát nagy a kontraszt, nyilván nagy a kontraszt a Vöröstér és mondjuk a 21. századi Moszkva között, de csodálatosak az épületek, és akik látták, hát mondták, hogy és akkor ez már Dubájban készült ez a fénykép? Mondtam, nem, ez Moszkvában egy pár metró megálló valódébb, de hát ezt Anna is elmondja. Mennyire tetszett nektek Moszkva? Kérdezem tőled, azért gondolom így az élmény áradatot átbeszéltétek a többiekkel. Igen, én most jártam itt először, és tehát csodálatos volt. Tehát az épületek is, amely kívülről kicsinek tűnik, hát belülről óriási. Meg tényleg nagyon tiszta, nagyon kedvesek az emberek, meg azért ez egy új élmény volt, és nagyon szép volt. Nem titok, meg ugye említette Szilvike is, hogy bocsánat nekem, Szilvike, hogy tanultok oroszt. Mennyire tudtátok ott kamatoztatni már az iskolában megszerzett tudásotokat? Hát én még nagyon az elején járok, mert most kezdtem a gimnáziumot, és én haladvankollos osztályba járok, és itt második nyelvnek választhattam az orosz nyelvet. Hát
sokat gyakoroltam az olvasást, tehát hogy az már ment nekem, meg tanultam köszönéseket, hogy így ilyen alapszinten, de segített. Akkor az élmények megvoltak, tanultál is lényegében így az út alatt. Milyen élményeket fogsz esetleg mesélni majd még a leendő gyermekeidnek, unokáidnak is, ami úgy nagyon megragadott? Mindenféleképpen elmesélem a Kremlt belülről, megnéztük a fegyvertárat, Putyin miniszterelnöknek a székhelyét, elmentünk a Tretyakov könyvtárba, képtárba, hát az is csodálatos volt, mert nagyon szép festmények voltak a Moszkva Cityről, hát csináltunk éjszakai is képeket a gumról, ami ki volt világítva a Vörös téren, tehát így nézegettünk. És mennyire beszélnek más nyelveket, hiszen te nem feltétlen csak orosz tanárként ülsz itt velem szemben, meg kolléganőként, hanem te angolt is tanítasz. Ez most érdekes volt, mert én arra készítettem a gyerekeket, főleg a kisebbeket, hogy ne izguljanak, mert az angollal is meg fogják tudni értetni magukat. És érdekes módon 2 évvel ezelőtt akárhová mentünk, mindenütt beszéltek angolul, most viszont nem. Hogy ennek mi az oka, ez számomra egy rejtély. De hát azért boltokban, nagyobb üzletekben, vagy akár piacra kimentünk bazárba, ott idősek is angolul nyugodtan tudtunk kommunikálni. Hát nyilván én örültem, hogy oroszul beszélek, úgyhogy nekem nem volt ilyen gondom, hogy most gondolkozzak, hogy akkor angolul szólaljak meg, úgyhogy én direkt élveztem, hogy oroszul beszélhetek mindenütt. És hát a gyerekek is próbálkoztak. 18-an voltunk összesen, 11 gyerek és 7 felnőtt, mert annyira izgalmasnak tűnt a program, és valóban szerintem annyira izgalmas is lett, hogy szülők és ismerősök is jöttek velünk. Tehát volt 2 apuka, 1 anyuka, kollega is jött, ismerősök is jöttek, úgyhogy újságíró kollégák, nagyon izgalmas volt. Terveztek még utat Moszkvába? Hát most Moszkvában nem, de azt mondtuk, hogy 2017 nyarán Szentpétervárra, ami ugye egy külön csoda, és azért Szentpétervárra, és azért nyáron, mert akkor ott fehér éjszakák vannak, és az ott úgy szerintem nagyon izgalmas lesz, és már most azt mondom, hogy sokkal többen vagyunk, és mindenki szól, már a debreceni ismerősök, hogy ő is jönne, és itthon ne hagyjuk őt majd. Hogy feliratkozzak én is arra a listára. Hát, még van hely. És akkor majd Lea segít nekem elolvasni, hogy mi van az aktuális üzletre. Lea, akkor már 2 év múlva Lea tolmácsolni fog neked. Akkor megyek én, és én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és örülök, hogy sok-sok élménnyel gazdagodtatok. Köszönjük szépen. November első víkendje a Nyíregyházi Kosár Közösség Központjából jelentkezett. Remélem tetszett a műsor. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra. Egy hét múlva találkozunk.